Nem veszélytelen megpakolt kosarakkal, szatyrokkal végigjárni az óbacsei piacot. A középső részen a beton nagyon rossz állapotban van, ezért hamarosan felújítják. Az itteni árusok saját pultjai és a fejük fölött lévő tető sem maradhat többi a piac területén. Vihessük ezt haza. Ott meg, hogy majd hogy süt ránk a nap, meg az eső, hogy esik ránk, az már más. Úgyhogy nem... Meg hogy férünk el, az ott olyan kicsi, ilyen nagy termelőknek ez nem jó. Ezen túl csak engedélye lehet majd felállítani tetőket a kommunálác közvállalat által felállított betonpultok fölé, jelentette ki Zseljko Plavšić, igazgató. To je prilika da sada podvučemo crtu i napravimo reda, jer puno smo imali problema i puno je oštete bilo plaćeno ljudima koji dolaze da kupuju na pijacu, a gde je bilo urušavanja, delimično ili potpuno urušavanja tih objekata koji su postavljeni bespravno. A piac középső részének a felújítása miatt az itteni árusok szombattól a régi malom melletti, korábbi parkolónál várják majd a vásárlókat, egyedül a húst, a halat és a tejtermékeket értékesítők maradnak továbbra is a régi helyükön.